Erény népmese. Volt egyszer egy gazdag ember. Annak a gazdag embernek egyetlen egy fia volt. Már gondolta magában, ha ő már olyan nagy gazdag, gazdagabb mindenkinél. Aztán a fia is szép, ügyes fiú. Ő kitanítatja olyan okosnak, hogy ne legyen senki külön. Se gazda ne legyen az ő fiánál gazdább, se okosabb. Úgy is lett. Külföldre küldte a fiát tanulni. Na tanult is, nagy iskolákat járt. Már érettségizett. Eljött az idő, hogy kéne hazajöjjem. Írta is az apjának, hogy egy hét múlva hazaérkezik. Na örvend az apa a nagy tudós fiának. Már hogy milyen büszke lesz reája. Már nem csak lett gazdagabb, már legokosabb is lesz. Hű, nagy öröme volt az embernek. És emiatt az öröm miatt, vagy mitől, beteg lett. De olyan beteg lett, hogy érezte magában, hogy már meg is kell, hogy halljon. Hát akkor aztán mit tudjon csinálni? Volt egy lelki jó barátja, és elment oda hozzája. Jaj, édes barátom, meg kell, hogy halljam. Hát hogy, és még a lábadon vagy? Lábamon vagyok, az igaz, de erősen beteg vagyok. Azért jöttem, gyere el hozzám, hogy hagyakozzak neked. El is megyen a jó barát, odaül a beteg ágya mellé, mert az ember már lefeküdt, aztán beteg volt erősen. Na drága barátom, reád bízom egyetlen egy fiamat. Átadom neked mindenem. A sok kincsemet vedd birtokodba, s add át a megérkező fiamnak. De csak akkor rád oda, tanulj el itt adja okosságának. Próbáld ki legelejét, milyen okos. Az lesz az én fiam, aki legokosabb a világon. Na, az ember nem sokat beszélgetett, meg is volt. Eltemették. Na eljött az a kicsi idő, már nem is volt egy hét, érkezett haza a fia. Mikor megérkezett, már fogadták, már vendégnek fogadták. A jó barát azt mondja, na maradjál itt vacsorázni nálunk, aztán hazamegyünk apáthoz. Nem akarták megmondani legalább, hogy az apja már meghalt. Na sokat tanultál, ugye? Már csak te vagy a legokosabb a világon. Mivel te legokosabb vagy, és itt heten vagyunk, csak te tudnád legjobban elosztani ezt az öt csirkét. Öt csirkét tálaltak fel éppen az ebédhez. Na, hozd el te igazságosan hetünknek ezt az öt csirkét. A vendég nem sokat gondolkozott, neki fogott a tálalásnak. Na, itt van egy csirke, ez a férjé és a feleségé. Felvett egy másik csirkét, ki volt szépen sütve. Na, ez meg a két fiúé. Felveszi a harmadik csirkét, na az aztán a két leányi. Aztán a két csirkét pedig az ő tányérjára tette. Ez meg az enyém. Nagyot néz a gazda. De hát, ez igazságos osztás. Hogy osztottad így? Hát miért ne volna igazságos? Ez a férj, meg a feleség, meg egy csirke, az három. A két leány, meg egy csirke, az is három. A két fiú, meg egy csirke, az is három. A két csirke, meg én, az is három. Így hát, nem igazságos?